Hagyományos és tájjellegű élelmiszerek bemutatásával, kézműves mesterek vásárával, főzőversennyel és színpadi produkciókkal készültek a szervezők az idei Pékfesztiválra. Minden évben van egy központi téma, ezúttal a barokkor étkezési szokásait, jellegzetes kenyereit és süteményeit mutatják be. Íjászat, falmázás, igazi erőt falmázás lesznek a sportosabb játékok közül. A borkóstolás, pálinkakóstolás sem maradt ki belőle, amely a barokkort megidéző sütemények, édességek, termékek köré csoportosulnak. A gyerekeket zenei műsorokkal és a Fabula Bábszínház előadásaival várják. A bábszínházasokkal természetesen nem csak előadások vannak, hanem a gyermekeket, fiatalokat bevonják a bábkészítés tudományába is. Szombat este a Balkán Fanatik és a Kis Csillag zenél, állandó programként pedig erőd és kazamata túrák indulnak óránként. Június 7-én és 8-án reggel 10-től este 6-ig folyamatosan látogathatók a programok. Felnőtt belépő 1000 forint per fő, diák pedagógus nyugdíjas 700 forint per fő, családi jegy pedig 2000 forint per család. Bővebb információ az erőd.hu oldalon.